A Tolna megyei barack termelés központja Kisvejke. Nem véletlen, hogy a település legnagyobb nyári programját is éppen Kajszis Fesztiválnak hívják. Idén viszont az ott élők úgy döntöttek, visznek egy kis csavart a korábbi években megszokott programsorozatba. A Kajszi Fesztivál az természetesen a Kajszi Baracról kellene, hogy szóljon, és éveken keresztül, több évtizeden keresztül lekvárfőző verseny is volt a Kajszi Fesztivál fő eseménye. Viszont minden évben aggódtunk azon, hogy lesz-e termés az idén, elfagy-e a barac, így az idei évtől úgy beszélte meg, úgy egyeztetett a testület, hogy elengedjük ezt. Ugyanúgy a gazdákat, ugyanúgy a termést ünnepeljük, ugyanúgy a szedőket ünnepeljük, de nem baraclekvárt főzünk, hanem pörkölt, tehát lecsót, lecsós pörkölt, tehát ki mit szeretne. Bizony jó néhány bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Voltak, akik céges kollektívaként vágtak neki a kajszis főzésnek. Mi egy építőipari társaság vagyunk, és van egy kisfejkei kollégánk, és ő végette jöttünk. Végette is jöttünk, meg a jó hangulat és társaság véget. Csölök külön és lapocka. Hogy készítitek itt a vegyes pörköltöt? Hát mi tolnaiak vagyunk, inkább mi kicsivel fűszeresebben csináltuk. Lecsósabb alappal indítottuk neki, és úgy csináltuk, hogy mindenki külön-külön megfőzte, el volt osztva a hús három részre, és akkor úgy külön lettek összemerve. Mert úgy ez hivatalos az igazi, úgy a legjobb, cupákosabb, jó, szaftos, és így az ízes. Mások igazi különlegességet főztek. Egy ilyen körmös, gombás, babos, oldalas is van benne, meg comb, disznó, sertés. Hogy készül? Ilyen, nem is hallottam még róla, de nagyon nehéz. Hát, úgy, mint egy rendes pörkölt. Semmi különleges nincs benne, és vörösbor is van benne, az nagyjából ennyi. A Kajszis Fesztivál évről évre jó alkalomnak bizonyul ahhoz is, hogy a Kisfejkéről elszármazottak ismét hazalátogassanak, és közöttük vannak, akik minden esztendőben támogatják is a rendezvény megszervezését. Körülbelül egy 10 éve költöztünk el innen mi, én ugyan lengyeli voltam, de hát lengyel Kisfejke, ezt a kis környéket az ember ugye ismeri. Fölköltöztünk, mert úgy gondoltuk, hogy fönn nagyobbak a lehetőségeink. Hála jó Istennek be is jött, egy sikeres kaputechnikai céget működtetek, annak vagyok a tulajdonosa. De azt sem felejtem el, hogy ez a régió, ez egy kicsit szegényebb régió, és tudom, hogy nagyon nagy erőfeszítések vannak, hogy egy ilyenfajta rendezvény létrejöjjön. És az ember nem felejti el, hogy honnan jött, és ezért megpróbál egy kicsit a maga módján megpróbálja egy kicsit ezt az egész rendezvényt. Ezt is lengyelem, 2 hét múlva lesz a falunap. Az ember nem felejti el, hogy honnan indult. Édesanyám még lengyelen él, ugye húgom lengyelen, vagy Kisvejken a polgármester, és akkor ide is egy kicsit benézek, édesanyámhoz is egy kicsit benézek. És igen, az ember néha megy egy kört itt a faluba, mert hát itt is voltam, itt is beszélgettünk, itt is vannak ismerősök. Van, aki már sajnos meghalt, és vannak a gyerekei, hogy kiszaladnak, Karcsi bácsi, hát emlékszik még rám. És ez egy jó leső dolog. Ha már a gyümölcsöt és az azzal dolgozókat ünneplő fesztiválról beszélünk, nem mehetünk el a kérdés mellett, hogy milyen lett az idei kajszi termés Kisvejkén. Nem panaszkodhatunk, bár nem olyan, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, amikor nagyon nagy volt a termés. Én azt gondolom, hogy ez lenne az igazi, ha mindig így lenne. Így a gazdák is örülhetnek, és a szedők is, hiszen van munka lehetőség a településen. Fontos megemlíteni, hogy Kisvejkén igen aktív szerepet vállal egy bizonyos alapítvány, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyiek igazán jól érezzék magukat ezen a festői szépségű Tolna megyei településen. Ők természetesen most sem maradtak otthon. Egy ilyen rendezvényt megszervezni egy nagyon-nagyon nagy feladatnak bizonyul, még a számomra is, hiszen nem először csinálom ezt, mégis vannak fennakadások, de az utolsó utáni pillanatban mindig küld mellénk egy magasabb erő, egy angyalt, és engem megint megtalált egy angyal, Ezer Ferenc Veronika személyében, aki ezt az egészet segítette nekem nagyon rövid idő alatt összerakni a rendezvényt. Nagyon nagy dolog az, hogyha egy önkormányzat felismeri azt, hogy micsoda érték rejlik egy civil szervezet munkájában és elhivatottságában. Kisvejke számomra
ráz is a hideg. Igazából a második szülő otthonom, illetve nagyon-nagyon szeretünk ide jönni, hiszen hosszú évtizedes kapcsolatunk van az önkormányzattal. Több ízben bonyolítottunk már le itt uniós pályázatot, tanodát, családi napközit, mezőgazdasági projektünk volt, foglalkoztatást elősegítő projekt, tehát nagyon jó együttműködésünk van az önkormányzattal, és így testközelből látjuk a problémákat, látjuk azokat az élethelyzeteket, amelyekre azonnal reagálni kell. Nagyon jó kapcsolatunk is van a családokkal, úgyhogy szinte mindenkit egytől egyig ismerünk, és hát nagyon szeretünk. Ha jól látom, saját standdal is jöttetek, főztetek is? Igen, főztünk és indulunk a főzőversenyen is, illetve gofrit sütöttünk, tehát ingyen osztogattuk most délelőtt folyamán a gofrit. Ezen kívül lufit fújunk, a kislányom éppen itt sír, mert nyilatkozok, illetve csillámtetoválással is készülünk, úgyhogy az egész csapat itt van. Az egésznapos programsorozat tervezésekor a gasztronómia szerelmesei mellett a szervezők a gyerekekre és a kultúrára szomjazókra is gondoltak. Kora délutántól a rendezvény helyszínen felállított sátorban egymást követték a hagyományőrző csoportok és a zenészek, énekesek.